Miskolconai Ernő világbajnok, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes vívó, a sportág kiemelkedő alakja. 30 éven át kimagasló versenysportolói eredménnyel öregbítette hazánk, Budapest és a harmadik kerület jó hírét, ahol 3 évtizeden át élt. Nevelő edzői pályafutása alatt a harmadik kerület sportjáért is tevékenykedett. Munkássága nem csak kerületi, de országos szinten és nemzetközi körökben ismert és nagyra becsült. Óbuda Békésmegyer iránti lojalitása és szeretete indította arra az útra, amelynek eredményeként sikeres versenyzői pályafutása után elképzeléseit, terveit, céljait is a harmadik kerületben váltotta valóra. Vívóedzőként élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, imádott és alázattal tisztelt sportágának népszerűsítésén. 1991-ben alapította meg Csillaghegyen a Flash Vívó iskola és sportklubot, amely az első magánkezdeményezésű vívóklub volt nem csak a kerületben, hanem Magyarországon is. Irányítása alatt a vívóiskola egyre ismertebb lett, tanítványai nem csak szakmai szemmel nézve voltak eredményesek, hanem erkölcsi vonatkozásban is. 2005-ben az országos bajnokságon a Flash párbajtör csapata sportszerű viselkedésért nemzetközi és magyar fair play díjban részesült. Nevéhez fűződik a Bambi korosztályban való vívás elindítása, valamint a budapesti vívóturizmus. Munkáját számos állami, sportszövetségi kitüntetéssel, elismeréssel díjazták. Az idei évben Óbuda Békésmegyer hírnevéért, versenysportjáért, sportéletéért, közösségi életéért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként posztumusz részesül a díjban. Mi a kerületbe úgy kerültünk, hogy a férjem sportolóként támogatást kapott lakásvásárláshoz, és dönteni kellett arról, hogy Újpestre vagy Békésmegyerre költözzünk. És amikor megtekintettük ezt a területet és a Dunapartot, akkor beleszerelmesedtünk ebbe a környékbe. Férjem itt lett gyakorlatilag élversenyző, és utána, amikor abba hagyta a sportolást, akkor megalapította a vívóiskolát. De akkor ez nem volt divat, hogy egy magánkezdeményezésű klubot alapítsanak, csak ő mindig a saját útját járta, és mindig a fejlődést kereste. És mivel itt lakunk, és a gyerekeink ide jártak iskolába, ez adott volt, hogy akkor itt a kerületben próbáljunk elindítani egy magunk erejéből egy sport lehetőséget és egy vívóiskolát, mert ő ugye ehhez értett. Számunkra ez a Pro Óbuda díj elismerés nagyon megtisztelő, mert bizonyítottnak látjuk azt, amit az Ernő mindig is vallott, hogy a munkának és a szorgalomnak annak mindig megvan az eredménye.